Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. A 28-as villamos végállomásánál vagyunk, az izraelita temető, úgy mint végállomásnál, itt látjátok itt a pedon. És ide nem is jön el minden járat. Nem van sem általában, a legtöbb az a másik, a Kozma utcai temetőnél már visszafordul, és ami az érdekesség, hogy itt volt a Gránátos utcai hudokvágány, aztán arról csinálta a videót néhány évvel ezelőtt, akkor még megvolt, na azóta úgy értesültem, hogy felszedték, most meg ugye pont erre jártam, hát gondolom, hogy nézzük meg. Hát itt is látszik, hogy itt valószínűleg két vágány volt, igen, mert ugye a hudokvágány az, ezt meg kell fordult vissza, tehát innen is felszedték a sineket. Bár ugye látjátok, addig azért két vágány eljön. És ugye itt ez már csak a csonka. Vagyis hát vagy kihúzó, és de itt is volt egy korvágány. Meg fogjuk nézni, hogy meddig van még meg a rendeglek, hát amennyire látok, be is járom azt a burokvágányt. És egyébként az izraelita temető, ez meg valószínűleg itt lesz mellettünk. Hát nem tudom, hogy ez egyáltalán üzemele még. És hát ez is már lassan kuriózum lesz, ez a sárga keramit kockás útburkolat. Nem sok helyen van már. És eddig tart a peron kb. Hát itt ilyen még azzal felvervat meg, viszont ott már látszik egy vörös kör, ami a vágány végejelzés. Tehát valószínűleg tényleg felszedték a hudokvágány maradványait is. Hát mindjárt megnézem. És akkor így néz ki, eddig van a vágány. És itt viszonylag friss aszfaltozás is van, és itt ténylegesen felszedték, nem ráaszfaltoztak a sinekre. És látjátok itt. Itt néhány éve, mikor még itt jártam, itt még a hudokvágány egyik része megvolt. Tehát nyilván itt akkoriban még kiépítéskor itt két vágány volt, és ott kicsit később fordult. Erről aztán Becski Andrásnak van videója, még az utolsó üzemben, 1995-ben helyezték üzemen kívül a Gránát utcai hudokvágányt, mert addig még a villamosok eljártak ide konkrétan, és itt volt a végállomásuk. Aztán az utolsó üzemnapok egyikén Becski András megörökítette, de ha megtalálom azt a videóját, akkor azt be fogom ide linkelni a leírásba, majd oda alulra. Viszont akkoriban még a sineket nem szedték föl, csak a villamos nem járt ki eddig. De talán még üzemi menetekre is használták. Hát innen már a sineket is eltüntették, és errefele folytatódik a hudokvágány. Vagyis hát folytatódott, ameddig föl nem szedték. Ugye mondom, amikor 1995-ben megszűnt a forgalom erre, akkor még nagyon sokáig nem szedték fel a sineket, ezt az utóbbi 1-2 évben szedhették fel, mert mondom, amikor 4-5 éve is megvolt, mikor erre jártam. Hát itt már az oszlopok megvannak. Erre viszont már semmi, viszont tuti, hogy itt ment a vágány, és valahogy így tett egy húrkot, és itt jött vissza. És csak ezen az oldalon maradtak meg az oszlopok. Azért elég jól kiadja, hogy merre ment a vágány, de ezt már szerintem korábban felszedhették. Legalábbis ezt a részét. A másik az még viszonylag egybe van, hát ez már sem ennyire. Na, ezt nézzétek, és itt van a hudokvágány vége innen. És hát erről már nem sok maradt meg, de emlékszem, hogy még néhány éve, amikor itt jártam, még valamennyi sín itt megvolt. De hát most már semmi. És egy hirdetőtáblát is oda tettek, szóval ez ennyi volt. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid vlog volt innen. Gránátos utcai hudokvágány, most már teljesen megszűnt. Úgyhogy ez akkor ez ennyi is lenne, hát köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!